December elején adták át a Szakolt Nyírgelsével összekötő külterületi út megújult 2,5 kilométeres szakaszát. A beruházást a szakai önkormányzat valósította meg a vidékfejlesztési program csaknem 270 millió forintos támogatásából. A felújított szakasznál Nagy István agrárminiszter azt mondta, már kész az új pályázati menetrend a következő fejlesztési ciklusra, az önkormányzatok és a gazdálkodók továbbra is számíthatnak a támogatásokra. A szakai önkormányzat erőfeszítései azért is üdvözlendők, mert a csaknem 2,5 kilométernyi felújított útszakasz a Nyírgelsével való összekötésen túl a környékbeli tanyák és mezőgazdasági területek megközelíthetőségét is javítja. A projektre jóváhagyott csaknem 268 millió forintnyi támogatás az összköltség 95%-át tudta fedezni. Emlékezetessé tette a Mikulás ünnepséget a Nyíregyházi Állatpark. Cápák közzé merült a nagyszakálú a látogatók szemelátára. A Búvár Mikulás mellett az igazi télapival is találkozhattak a gyerekek a Viktória házban. Tényleg csoda kezd történni a szülők és a gyerekek lelkében is, meg a szívében is. Egyre több gyerek nagyon reális és nagyon egyszerű, szép ajándékot kér a Jézuskától. Tényleg csak három vagy nem tudom hány példát mondhatok. Volt olyan gyerek, aki naposkát kért és szivárványt, semmi mást. Közel 500 millió forintból épül új óvoda Geszteréden, amelynek alapkövét december elején tették le. A beruházáshoz az állam is hozzájárult 168 millió forinttal. A mai kor elvárásainak megfelelő kényelmes, három csoportszobát magában foglaló intézmény a tervek szerint augusztusra készül el. A beruházás illeszkedik Geszteréd község önkormányzatának településfejlesztési tervéhez is, hiszen növeli a település lakosság megtartó képességét, vonzóvá teszi Geszterédet az ide települők részére, a magas színvonalú szolgáltatás révén, és hozzájárul az élhető község kialakításának folyamatához. Megújult a Tivadari volt úttörőtábor. Több funkciós közösségi tér, kerékpár kölcsönző, kerékpár tároló és javítóépület, belső sétány és parkoló is épült. Többek között ezeket az elemeket is tartalmazza a Tivadari kemping felújítása, illetve szolgáltatásainak bővítése, amelyet a megyei turisztikai projektből valósítottak meg közel 150 millió forintból. A Tivadari úttörőtábor nagyon romos állapotban volt az elmúlt évtizedek alatt az árvizek, elöntések miatt. Ezek a funérlemezes épületek tulajdonképpen szinte megsemmisültek, és ennek az újjáépítése történt meg, illetve egy részének az újjáépítése az első ütemben, és emellett, hogy újjáépítettük, egy funkcióváltás is történt. Természetesen, ahogy alakul a turizmus, ahogy az igények fejlődnek, úgy nekünk is lépést kell tartani ezzel a változással. Befejeződött nyírlogos ivóvízhálózatának fejlesztése is. A településen évtizedek óta gondot okozott a vízminőség. A vízügyi beruházás részeként beszereztek egy aggregátort is, így az esetleges áramkimaradás idején is biztosított a vízellátást nyírlogoson. Nyírlogoson a 70-es évektől van ivóvíz, vezetékes ivóvíz, és tulajdonképpen 2009-ben derült ki, hogy az akkori jogszabályoknak megfelelően az ivóvíz minőségünk nagyon rossz. Ebben a nitrátok, ez a mangán, a vas, a nátrium, minden benne volt, és belekerültünk egy országos programba, és elkezdték a tervezést 2016-ban. Tehát igazán úgy gondolom, hogy most oda jutottunk, hogy eddig éppen az elébb itt egy képviselőtársam mondta, hogy eddig a túl tiszta a vízünk, mert most azt mondja, eddig mindig a fürdőszobában jó barna volt, most meg azt mondja, gyönyörű a fürdőkár, most is így maradt. Tehát azt jelenti, közel 1,5 milliárd forintból sikerült megjavítanunk az ivóvízprogramot, és ez azt jelenti, hogy 30-50 évre úgy látszik, hogy rendben van ez a jövőbe Nyílugoson. Ritka falképek kerültek felszínre Vámos atya református templomában. A középkori épületben mintegy 152 négyzetméternyi falfelületen végeztek kutatásokat, a feltárt festmények restaurálását pedig a közelmúltban fejezték be. A templom az 1200-as évek végétől az 1300-as évek elejéig épült. Kifestési korszakai azonban 4 időszakra tehetők, ez nehezítette a feltárást. A legkorábbi az teljesen a templom építésével, felszentelésével egyidős. Később az 1300-as években ezt a teljes templom belsőt kifestették. Ezek a középkori falképek, ezekből egy körülbelül 2-3 négyzetméteres felületet találhattunk meg még
is lett restaurálva. A következő korszak már az 1600-as évekre tehető, a diadali feletti feliratból egyértelműen tudjuk, hogy 1646-ban a csarodai templomot is kifestő festő csapat, művészek jöttek át ide és festették ugyanazokkal a reformációkori növényindás mintákkal. A decemberi szakmai rendezvényen több beruházás is bemutattak. A Bödi várom mellett a Beregsurányi és a Tarpai Református templom helyreállításáról is tartottak tájékoztatót.